Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban. Befogadunk benneteket, mindazokat, a kedves televízió nézőket, akik otthonaitokban ünnepeltek velünk, legyetek részesei ennek a mai közös imának, Szent Mise áldozat bemutatásnak, amely az Apostol Televízió szolgálatával valósul meg. A mai Szent Misét elhunyt Hók Gyula testvérünk lelki üdvéért ajánljuk fel halálának első évfordulóján. Küszöbön a karácsony ünnepe, de még van időnk és lehetőségünk arra, hogy megtegyük a megfelelő lelki előkészületeket az ünnep méltó megünneplésére és az Úr Jézus fogadására. A mai Szent Mise kezdetén is tisztítsuk meg szívünket a méltó áldozat bemutatásra. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható örök Isten, fiat földi születésnapjára készülve egyre közelebb jutunk karácsony ünnepéhez. Kérünk, hogy irgalmazzon nekünk az örök ige, aki Szűz Máriától testté lett és köztünk élt, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Malakiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk. Íme elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám már jön is, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját, és ki maradhat állva, amikor megjelenik, mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak. Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, épp úgy, mint a régmúlt időkben, mint az első években. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra a fiak felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiak szívét, nehogy elmenjek, és átokkal sújtsam a földet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Halleluja, halleluja.
legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte. Nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá. János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek, neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve. Szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában, meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban, milyen különleges összehasonlítási lehetőség az, hogy Zakariás, illetve a szűzanya égi hírnökkel, vagyis Gábor angyallal való találkozását összehasonlítsuk. És ezt a mai adventi reggelen a saját érdekünkben is megtehetjük, abban az önvizsgálatban, hogy mi hogyan fogadjuk Isten szándékait. Hogyan viszonyulunk az Isten akaratához? Ez a kérdés egyrészt nem költői kérdés, ami csak úgy elhangzik, és nem kell rá választ adni. És nem is olyan lehetetlen fejtörő dolog, hogy arra gondolnánk, nehéz erre válaszolni, mert azt sem tudjuk, hogy mi az Isten akarata. Akkor hogyan vizsgáljuk meg azt, hogy mi hogyan viszonyulunk az Isten akaratához. Ne feledjük el azt, hogy aki hívő és imádságos lélekkel éli mindennapjait, az fel tudja fedezni Isten akaratát, mert az imádságainkon keresztül is megszólít a Jóisten. De alapjában véve egy különleges belső hang által is minden nap szólítgat minket a Jóisten, vagyis a lelkiismeretünk szaván keresztül. És ezek a hangok, ezek útmutatást adnak. Felismerhetjük, mit kíván tőlünk az Isten. Amikor pedig nyitott szemmel járunk a világban, akkor észrevehetjük azokat az alkalmakat és eseményeket, amelyek ugyancsak Isten akaratáról szólnak. Nyilván együttműködik ebben az esetben is a felismerés, a tapasztalás és a lelkiismeret, mert ez a belső hang nyilván mindig olyan szűrő, amely segít eligazodni, hogy hogyan értékeljük a körülöttünk zajló eseményeket. Mi történik a nagy világban, mi történik a személyes életünkben, éppen kivel találkoztam. Nem
babonás és végzetszerű gondolatokkal kell foglalkozni, vagyis belevetítenünk akár félelmeket, vagy akár magas szintű vágyakat a részünkről ezekbe a külső eseményekbe. Egyszerűen csak természetesen kell élnünk a mindennapi életünket. Ismételten fel kell tennünk a kérdést az imádságban, hogy Uram, mit kívánsz tőlem? És nyilvánvalóan a lelkiismeret szavával értékeljük ezeket. Gábor angyalra, illetve Zakariásra és Erzsébetre hivatkoztam, hiszen Zakariás kételkedett az angyal szavában, ezért megnémult, és az Úr akaratának a beteljesedését meg kellett várnia, vagyis gyermekének, Jánosnak a születését, hogy aztán majd a szavaival is bizonyságot tegyen Isten szándékairól. Ezt tette, amikor környezete, a családja elképzeléseivel szembe szállva azt mondta, vagy írta arra az írótáblára, mert még nem tudott beszélni akkor, hogy János a neve. Tehát az isteni akarat valósult meg, hiszen a családban még nem neveztek senkit ezzel a névvel. A szűzanya pedig azonnyomban igent mondott, ahogyan meghallotta Isten szándékait. Legyen úgy, ahogyan igéd mondja, válaszolt az angyalnak, legyen nekem a te igéd szerint. És igent mondott Isten szándékaira. Karácsonyra készülve, amikor megkíséreljük a hitben azt a hitvallást tenni, hogy egészen közel jött hozzánk az Isten, és Jézus születését nem csak egy szép, színes, látványos, örömteli ünnep formájában kívánjuk megülni, hanem igényt tartunk arra is, hogy személyesen találkozzunk vele. Erre az ünnepre így módon készülve, fontos előkészületi kérdés ez. Én hogyan ismerem fel Isten szándékát? Miként mondok igent az ő akaratára? Az utolsó előtti előkészületi nap ebben segítsen bennünket, hogy jó lelkiismerettel jó döntést hozzunk, és jóra való készségünkről mindig bizonyságot tegyünk. Amen. Kérjük testvéreim az örök igét. Adja ajkunkra és szívünkbe igéit, hogy tanúságot tehessünk az emberek között róla, és így készítsük az ő eljövetelét. Tégy bennünket igazi tanúságtevőkké, Urunk, hogy megérezzék rajtunk jelenlétedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy soha senkit ne sértsünk meg szóval vagy tettel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy legyőzve önző természetünket, irgalmasságod eszközei lehessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szeretettel és felkészülten várjuk eljöveteledet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Amikor ismét eljössz, Urunk, az áldást, amit a proféták által ígértél, add meg nekünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. A ma születésnapját ünneplő Zoltán atyának és Éva testvérünknek add meg bő kegyelmedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Fogadd be örök országodba elhunyt Gyula testvérünket, akit egy évvel ezelőtt szólítottál az örök hazába.
Urunk Jézus Krisztus, hatalmadnak nem állhat ellen senki. Kérünk, erősíts minket kegyelmeddel, hogy a hivatást, amit kaptunk, betöltsük, és felkészítsük testvéreinket eljöveteledre, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. A 11-es számú hozsanna éneket a 3. versszakkal folytatjuk. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezőségedből kaptunk a kenyeret, ajánljuk néked, mint a Földet. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből ez áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, szolgáljon tökéletes engesztelésül ez az áldozat, amelyben az Isten tisztelet teljessége rejlik számunkra, hogy megváltónk érkezését megtisztult lélekkel ünnepeljük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus, a mi Urunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újjongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Gyula szolgádról, akit egy évvel ezelőtt magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne,
a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a cselekedben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondok, és meggyógyul az ember. Kedves testvéreim, a szent áldozás alatt a 119-es éneket énekeljük. Este. Yeah.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás következik. Az otthonaikban velünk együtt ünneplők, testvéreink lelki javára. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Istenünk, mennyei eledellel tápláltál minket. Kérünk, ajándékozz meg irgalmasan a te békéddel, hogy szeretett fiad eljövetelekor égő lámpákkal méltóképpen vonuljunk eléje, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, ismét hirdettem a karácsonyi szentmisék időpontjait. Adjátok tovább ezeket az időpontokat, de plakátokat is teszünk majd a templom kapujára, illetve egyéb módon is a honlapon, a Szentangyalok honlapon is megtalálja mindenki a miserendet. Holnap reggel nem lesz szent mise, hanem Zsolós Mát imádkozunk. 24-én, vagyis holnap a Szenteste délutánján lesz szent mise 3 órakor. Ez a gyermekek és családok szent miséje lesz. Holnap 2 éjféli misét tartok, hogy ne legyünk egyszerre sokan, hiszen szigorúan be kell tartani az ülés távolságokat a templomi padok kihasználásának a lehetőségeit korlátozni kell. Ezért 10 órakor lesz este egy korábbi éjféli mise, illetve éjfélkor. Az éjféli mise fogalom az nem csak az időpontra vonatkozik, hanem a mise szövegeire. Ezért mondom, hogy a 10 órai mise is már éjféli mise lesz. 25-én karácsony napján pedig reggel egy csöndes misét is tartok 8:45-kor, tehát 8:15-kor. Ez a pásztorok miséje nevet viseli, és 10 órakor lesz majd az ünnepi szent mise. Az Apostol Televízió a holnapi délutáni szent misét fogja 3 órakor közvetíteni, illetve karácsony napján a 10 órai szent misét. Mint ismeretes, a Duna Televízióban a Szentatya éjféli miséjét is este talán 7:30-kor közvetítik, illetve Vácról lesz majd éjféli mise közvetítés. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra most az ünnep küszöbén. Legyen velünk az Úr, ahogyan az Emmanuel név is ezt jelzi, és karácsony ünnepe hirdeti. Keressük, figyeljük a Jóisten szándékait, és igyekezzünk ezekre igent mondani. Most rátok, akik itt vagytok a Gazdagréti Szentangyalok templomban, de épp úgy a televíziók mellett velünk imádkozó testvéreimre, a Jóisten áldását kérem. A befejező ének a gyermekét váró szűzanyáról szól, a 194-es számú ének első és második versszaka. Az Úr legyen veletek! És veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, ma
magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, város szívét öltél el,